Kovács Gézát, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szabadkai külsős munkatársát, klímakutatót és matematikatanárt általában egyetlen kérdéssel szoktuk felkeresni, ez pedig milyen időjárásra számíthatunk rövid távon. Hétfő, illetve szerdán nagyobb valószínűséggel akár hevesebb hózáporok is lehetnek, tehát rövid ideig tartó, intenzívebb havazás, de mivel a hőmérséklet minden esetben valószínűleg fagypont felett lesz, hogy a valószínűsíthető nem marad meg, ó, esetleg a reggeli órákban, amikor 0 fok közelébe lesz. Napközben viszont a 15 fok helyett már csak plusz 5 fokot fogunk mérni, és az erős északi, északnyugati szél véget a hidegérzetünk lecsökkent, tehát hidegebb meg fogjuk érezni. Ez azonban átmeneti jellegű, mert ez a hidegfront elvonulás után ismét az Atlanti-óceáni ciklonok meleg oldalára kerülünk, újból délnyugatira fordul a légáramlás, úgyhogy a jövő hét vége ismét felmelegedést hoz, ismét 10 fok körüli maximumokkal. Kovács Géza szavaiból azt szűrjük le, hogy az Atlanti-óceáni ciklonok egyre inkább kiszorítják a szibériai anticiklonokat. Ezt igazolják az utóbbi 15 év egyre enyhébb telei. Tavaly volt például az eddig mért legenyhébb telünk, mondja. Ezek a globális felmelegedések a jellemzői. Tehát az első helyre kerül az, hogy a telek enyhébbek, ugye? Amit megtapasztalunk, nem csak, hogy enyhébek, hogy a hó egyre ritka számban megy, hát idén is alig volt, illetve nagyon kevés hó esett, és tehát a hideg napok száma is gyakorlatilag minimálisra csökken, egy nap volt 0 fok közelében maximum, még ebben a hideg betörésben is. Kovács Géza arra figyelmeztet, hogy a globális felmelegedés következményei egyre nagyobb hatással lesznek időjárásunkra. Ez azt jelenti, hogy nyaraink szárazabbak lesznek, az esőzések pedig kiadósabbak.